intézményünkben, otthonunkban 220 idős ember él. 220 idős embert immáron 20 éve fogadjuk intézményünkben, és a eltelt idők folyamán arra koncentráltuk és azon dolgoztunk, hogy mi az, ami az idős embert otthonunkban a megváltozott élethelyzet, a megváltozott körülmények miatt nyugodtá teszi, békéssé teszi, otthon teremtünk számunkra. Komolyan kezdtünk foglalkozni azzal, hogy mi az, ami individuális, egyéni, közben pedig csoportépítő lehet az otthonban élő idős emberek számára. Jó pár évvel ezelőtt jutottunk el arra, hogy azok a hagyomány értékeket jelentő emléktárgyak, amik körülvették őket, amik aztán bekerültek az intézménybe, és itt is, mint egyéneket megtartó erővel bíró tárgyként, közösségeket egyé kovácsoló tárgyként, emlékként jelentek meg. Ezeket használjuk a mindennapokban, a szociális és mentálhigiénés csoport terápiás tevékenységében, az éves ütemtervünkben, a havi, a napi lebontásban, és mindezáltal, mint egy kiegyensúlyozott állapotot, mindennapokat jelentő terápiás tevékenységet kezdtünk el folytatni az idős emberek körében. A szociális és mentálhigiénés csoport terápiás tevékenységéhez témánként használjuk fel az idősek által hozott hagyomány és értékek alapján a mentálhigiénés füzeteinket, amik most már 4 jelent meg, és az 5. készítjük elő. Az első kiadványunk az otthonainkban élő nagyszüleink konyhájából, a második mentálhigiénés füzetünk az a velünk élő emlékeink, a harmadik füzet az ásókapa nagy harang, a negyedik mentálhigiénés füzetünk az a elfeledett mesterségeket hordozza magában, és most van előkészületi munka alatt az Asszonysor című mentálhigiénés füzetünk. Akárhova mentek dolgozni a család, vagy így mentek vissza a gyerekek a kollégiumba, vagy valahova, akkor legjobban a pogácsához ragaszkodtak. Ha valaki dolgozik, akkor mindenki mond egy újságot. De ezt már édesanyám zsírral csinálta, nyugodjon. De én azt nem nagyon szerettem, a tepertős pogácsának is ugyanez a témája, csak nem ráma van benne, hanem a tepertő. Csak azon múlik, hogyha jót akar, hogy mérve legyen, valamikor kézzel, marokkal mértük. Mondjuk egy zserbóba. Ha már az ember egyszer-kétszer csinál valamit, akkor már utána nem kell mérleg végül is. '44 tavasza, amikor ugye a családtól elszakadva, semmi nélkül vállaltunk aratást, részes aratást tizedén, kukoricát harmadán, krumpli, mindent így összedolgoztunk őszre. Meglett minden, jaj, a férjem cséplőgépnél. Etető munkás volt, terményünk, minden, meg lett volna a kenyerünk. Aztán jött a bevonulás. Meg vagy 2 hétig tartott nálunk a front, ruhaneműnket, élelmünket elvittek, mindent. Így maradtunk. Mikor a bombázás volt, azt egy lakásban laktunk a miskóciakkal, azt ők csinálták minket ott, ugye egy emlék. Ők az első szobában laktak, mink a hárszóban. Azt nagyon jól megvoltunk, mert nekik a gyerekek meghagyták az ételmaradékot. Nekünk meg volt egy kis malackánk, azt már nőszre meg is hízott. Nagyon jó barátságban voltak a férjemmel. Mindig várták,
haza esténként a miskolciak cigarettával kínálták. Szóval nagyon jól megegyeztünk egy nyáron. Laktunk együtt, aztán vissza az anyósékhoz. És akkor készült a fénykép? Akkor ott abban a közös albérlet, vagy mi volt az. Hát ezt megőrizgetem szegény férjem, álmoson, ahogy felkéltötték úgy. Tisztelt vendégsereg, Isten szent nevébe induljunk el csendes békességgel. Vőlegény úrunknak keressük fel párját, az ő drága üdvét ékes menyasszonyát. Szerezzünk ma néki örök boldogságot, kössük a keblére egy szép gyöngyvirágot. De először Isten hajlékába megyünk, hol szent áldás után boldog lesz ő hisszük. Már most induljatok utánam csendesen, mert én a hátamon egyiket se viszem. Hordozzon az Úr utunkon szerencsésen, minden lépésünket áldja meg az Isten. Éljen az ifjú pár! Hogyha volt egy 200 vagy 300 fős régen ilyen nagy esküzők voltak, akkor bizony volt úgy, hogy egy hétig is jártunk délutánonként, esténként csigát csinálni, mert arra nagyon sok kellett. Öttek a csigát, számoltak egy főre, és volt, amikor 15-20 kiló csigát is meg kellett csinálni. Előtte való két héttel, hárommal, mikor.